Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó szombaton az M1-en, Radecki Viktor vagyok. Csak nem 200 emberrel a fedélzetén balesetet szenvedett az Air India egyik repülője. A Dubájból érkező gép sűrű esőben próbált leszállni egy dél-indiai repülőtéren, ahol kisodródott a leszálló pályáról és több darabra tört. A legfrissebb adatok szerint 18-an meghaltak, több mint 100-an megsérültek. Az Air India Express Boeing 737-ese 190 emberrel a fedélzetén Dubajból indult a dél-indiai Kolkata felé. Utasai olyan indiai vendégmunkások voltak, akik a járvány idején elvesztették megélhetésüket, de korábban nem tudtak hazatérni Indiába. A gép hosszan körözött a repülőtér felett, és kétszer már megkísérelte a leszállást, majd átstartolt. A harmadik kísérlet során az utasszállító földet ért, majd a pilóta elvesztette uralmát a gép felett, és túlcsúszott a leszállópályán. Egy mély hasadékba esett és darabokra tört. A baleset körülményeiről annyit lehet tudni, hogy a gép sűrű esőben kezdte meg a leszállást. Minden valószínűség szerint ennek köszönhető az is, hogy a földbe csapódás után nem gyulladt ki. Körtvélyes Tivadar, az airportal.hu légi közlekedési szakportál főszerkesztő helyettese az M1-en arról beszélt, hogy ehhez nagyon hasonló baleset történt tavaly decemberben Isztambulban. A kedvezőtlen időjárás akkor is sokban befolyásolta a balesetet. Azt kell nagyon figyelembe venni, hogy mennyi futópályára van szükségük, tehát hogy mennyi a kifutása a repülőgépnek így, hogy nem tudnak annyira erősen fékezni, mert akkor ugye azt kockáztatják, hogy a repülőgép megcsúszik a futópályán, és akkor például ilyen balesetek keletkeznek belőle. A térségben napok óta ítéletidő tombol. Az esőzéseknek, áradásoknak, földcsúszamlásoknak már több mint egy tucat halálos áldozata van, csak Kerala szövetségi államban. Még mindig keresik a túlélőket a törmelék alatt Beirutban. A libanoni Vöröskereszt szerint 100 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván a keddi vegyi robbanás miatt. Tucatnyi embert vettek őrizetbe a hatóságok, köztük a létesítmény vezető tisztségviselőit is. Az ország elnöke az eddig mondottakkal ellentétben most úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy esetleg bomba vagy rakéta okozta a tragédiát. Közben zavargások voltak Beirutban, az utcára vonulók a kormányt okolják a baleset miatt. A beiruti kikötőben történt robbanás következtében legalább 154 ember életét vesztette, hozzávetőleg 5000-en megsebesültek, és 200 000-nél is többen vesztették el otthonukat. Itthon több segélyszervezet is rendkívüli támogatást ajánlott fel a beiruti robbanás károsultjainak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, a katolikus Caritas pedig 10 millió forintos gyors segélyt juttat el a libanoni testvérszervezetnek. Közben megérkezett az az 1 millió euró, amit a magyar kormány ajánlott fel a bajba jutottaknak. Kiégett autók és összeomlott házak törmelékei mindenhol. A háborús övezet képét idéző beiruti utcák nem is emlékeztetnek a libanoni főváros korábbi állapotára. A felvételeket Német Ágoston küldte az M1-nek abból a kerületből, amelyet a leginkább sújtott a robbanás. Ez az utca, ez bárokkal és éttermekkel volt tele, és műemlékjellegű házakkal, amik túlélték a polgárháborút. Többségüket sajnos le kell bontani. Ma egész nap az utcán fiatalok, önkéntesek, egész kisgyerekek is takarítottak. Jellemző, hogy énekeltek, itt mögöttem vízosztás, ételosztás is van. Előbb a kezembe adtak egy palack vizet, hogy én is a száradjak, őrületes a hőség, és mégis jó kezdel egészen most késő délutánig intenzíven folyik a munka. A tragédia után Magyarország is szinte azonnal felajánlotta segítségét. Az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtést indított. A honlapon egy kattintással elérhető a sárga sávban jelzett rendkívüli gyűjtés. A szervezet a segítségnyújtás első szakaszában elsősorban ivóvizet és élelmiszert juttat el a rászorulókhoz. Ezek után pedig arra készülünk, hogy azoknak a családoknak, akik az otthonaikat elvesztették, a lakóhelyük helyreállításában kívánunk szerepet vállalni. Azok az adományozók, akik a támogatást fontosnak tartják, a segélyszervezet weboldalán, segélyszervezet.hu weboldalán megtalálhatják azokat a fontos információkat, amelyek segítségével elküldhetik az adományaikat.
Ezeket a fotókat a libanoni Caritas készítette. Az önkéntesek a takarítástól az ellátásig szinte mindenből kiveszik a részüket. Természetesen élelmiszer osztásra, ruhaosztásra, az utcára kitelepült bázisokra van most szükség. A Magyar Katolikus Caritas most saját forrásból segít nekik. A szervezet igazgatóhelyettese az M1-en bejelentette, 10 millió forint azonnali segítséget küldenek a libanoni testvérszervezetnek. A hangsúly azon van, hogy rögtön azonnal segítségre van szükség, és mi ezt 10 millió forintos támogatással megtesszük, de továbbiakban is nyitottak vagyunk, hogy még több támogatást juttassunk el, akár technikai, akár személyi segítséggel is, és ehhez lehet csatlakozni a Caritasnak a honlapján online bankkártyás adományozással, vagy átutalással is lehet. Szerdán a magyar kormány is jelezte, kész részt venni a helyreállításban. Magyarország a Hungary Helps program keretében 1 millió eurót ajánlott fel. A támogatás csütörtökön érkezett meg Libanonba. Tegnap délután elutazott Beirutba a Debreceni Egyetem különleges orvos és mentőcsoportja, azért, hogy segítsen a keddi robbanás több ezer sérültjén. Az orvoscsoportban például ideggyógyászok és sebészek is vannak, gyógyszert és egyéb mentéshez szükséges eszközöket is vittek magukkal. A misszió jövő hét csütörtökig tart. Ha lesz vakcina, Magyarországnak is mindenképpen lesz belőle, ezt mondta Orbán Viktor tegnap a Kossuth Rádióban. Hazánk már le is adott egy 5 millió darabos megrendelést. A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy segítse a védekezést. Azt mondta, betegen, köhögve vagy lázasan senki ne menjen emberek közé. Bejelentette azt is, hogy augusztus végéig meghosszabbítják a nemzeti konzultáción való részvételi határidőt is. A második hullám elhárításában nagy szerepe lesz annak, hogy olyan intézkedéseket tudjunk hozni, amiket maguk az emberek is igényelnek, helyesnek látnak és támogatnak. Tapasztalatok fontosak, és a tapasztalatok közé sorolom az emberek véleményét, amit az első hullám során alakítottak ki. Osszák meg velünk, hogy jobban tudjunk védekezni. Bemutatták itthon a járványügyi bevetési egységet, a speciális csoport feladata egyebek mellett a koronavírus fertőzés hazai megfékezése és a járvány továbbterjedésének megakadályozása a kialakult gócpontokról. Vezetője a helyettes országos tisztifőorvos. Újabb erőszakos határátlépési kísérlet történt tegnap délelőtt, egy 19 főből álló migránscsoport próbált meg agresszíven átjutni a magyar-szerb határon. A szolgálatban lévő egyenruhásokat néhány az arcát maszkkal eltakaró ember kövekkel és egyéb tárgyakkal kezdte dobálni. Többen megpróbáltak illegálisan Magyarország területére jutni, de ezt a magyar rendőrök és a katonák megakadályozták. Legutóbb szerda hajnalban Röszkénél történt hasonló incidens, akkor csak nem 100 migráns próbált meg bejutni Magyarországra. A Magyarország déli határán jelentősen megemelkedett migrációs nyomás járványügyi szempontból is veszélyes. Erről is beszélt Orbán Viktor tegnap reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta, bár nem minden migráns vírushordozó, néhányuk az, ami a magyar emberek biztonságát és egészségét is veszélyezteti, és ezt minden erővel meg kell akadályozni. Minden illegálisan belépni akaró, ellenőrzésen át nem esett migráns, aki be akar ide jönni, az nem csak megsérti a magyar törvényeket, hanem biológiai, egészségügyi fenyegetést jelent Magyarország számára. Szigorú mondat, óvatosan mondom, szelíden mondom, de ez a helyzet. Ezért nem jöhetnek be, bármi áron meg kell ezt akadályozni, mert nem csak a törvényes rendet lazítják föl azzal, hogyha sútba hajítják a törvényeinket, és magasról tesznek a mi együttélési kultúránkra, hanem konkrét fertőzési fenyegetést is jelentenek. Megnyitották a balatonfüredi borheteket, 24 borász kínálja a termékeit. Nagy István agrárminiszter azt mondta, az esemény az összefogásról szól, és az élet szépségét hirdeti. A tárcavezető egy csaknem 2 milliárd forintos, a borászok támogatását célzó csomagot is bejelentett. A pályázatokat augusztus 10-től lehet benyújtani. Kifejezetten olyan borászatok számára írtuk ki ezt a lehetőséget, akik saját szőlővel rendelkeznek, és saját maguk készítik el a borokat. Pontosan az a minőségi borkészítés, amely itt Balaton térségében is jellemző. Nagyon remélem, hogy ez mindnyájuk segítségére van. Szeretném fölhívni a figyelmet arra a 4,8 milliárdos keretre is, amely a közösségi bormarketinget segíti elő.
hogy tudjuk reklámozni azt a csodát, amelyet palackba zárunk, aztán majd poharakba töltünk.